A megalapozott gyanú szerint egy török Szent Miklósi családi ház melléképületéből használaton kívüli gáz, kazánt és tűzifát vittek el. A bejelentést követően a török Szent rendőrök szemlét tartottak a helyszínen, melynek során olyan nyomokra bukkantak, mely a telekszomszéd házához vezetett. Az ingatlan ellenőrzése során egy férfit fogtak el a padláson, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A 31 éves helyi férfit lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták vallomásában a gyanúsított további lopásokról számolt be kollégáimnak, melyeket az elmúlt hónapban követett el a településen. A tettest három rendbeli lopással gyanúsítják. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.